Hosszúra nyúlt idén a tél, és ezt megsínlette a búzatermés is. Ennek ellenére a Magyarok Kenyere adománygyűjtő akcióhoz minden eddiginél több, összesen 1037 gazda csatlakozott. Mitől utána megkezdődött, attól utána bekapcsolódtam, talán 3 éve, vagy 4. Az idén 50 kilót adtam, mert kevés volt a termés, és ezzel akarnánk viszonyozni, amit kapunk a magyar kormánytól. Mert a haza kereszted is, betlehemi csillagod is. A nemzeti összetartozást jelképező magyarországi kezdeményezésbe bekapcsolódó kárpátaljai gazdák számára Magyarország támogatása különösen kiemelt fontosságú. Az anyaország az alaptörvényében rögzítette, hogy Magyarország nem felelősséget érez minden magyarért, hanem Magyarország felelősséget vállal minden magyarért. Mi vállaltuk azt, hogy a magyarságot segítjük, hogy a magyarság összetartozását erősítjük, hogy a magyarság helyben maradását támogatjuk. Azt gondolom, hogy ez ma már kiteljesedni látszik. Hiszem, hogy egy-egy ilyen akció is, ami itt zajlik, ez erősíti az összefogást. Kell még egy szó, mielőtt mennék, kell még egy dőlelés, ami végig elkísér, az úton majd néha gondolj rám, ez a föld a tét, ha elmész vissza vár. A most összegyűjtött búzát lisztre cserélik, amiből a történelmi egyházak által fenntartott oktatási intézmények, karitatív szervezetek, gyermekotthonok részesülnek majd. A kárpátaljai gazdák elégedettek. Nem elégedetlenkednek, hogyha rossz termés van, például olyan tél, ami az elmúlt télen volt ilyen hideg, én még nem emlékszem rá, mióta gazdálkodunk, vagy amióta élünk, rengeteg embernek kifagyott a vetése, és azt gondoltuk, hogy sokkal kevesebbet fognak gyűjteni, és Verbőszől idén 79 gazda járult hozzá a programhoz, és a 79 gazda 6 tonna 715 kiló adományt gyűjtött össze. Mindenképp azt láttuk, hogy nem befolyásolta a termés kiesés a gazdák adakozási kedvét, mert ezt jó célra adományozzák, olyan befektetésnek veszik, amit Isten bankjába fektetnek be, és jó szívvel támogatják a szegényeket és az árvákat. Összetartás, összefogás szempontjából nagyon-nagyon fontos ez a kezdeményezés. Ez segíti a hagyományőrzést, az egyben maradást, és főleg az a cél, amit követnek a szervezők, hogy mindig egy rászoruló intézmény kapja. Ez nagyon-nagyon fontos, mivel Ukrajna elég nehéz gazdasági időszakot él meg. Idén minden magyar lakta településről került a kárpátaljai magyarok kenyerébe a búzából. Legelőször, amikor meghirdettük a gyűjtést a magyarok kenyerébe, akkor 6,4 tonnányi búza gyűlt össze, ami nagyon szép eredménynek tűnt. Következő évben ezt meg szerettük volna duplázni. Erre fel meg 11-szereztük. Tavaly mindig úgy célokat tűzünk ki magunk elé, természetesen nem csak a mennyiségben gondolkoztunk, hanem az, hogy minél szélesebb körben indítsunk el a gyűjtést, és minden gazda legalább egy jelképes mennyiségű, egy vonósnyi, egy tarisznányi buzával járulj hozzá, minden magyar közösség által lakott településről. Tehát ezek a települések nyilvánvalóan azok, ahol valamilyen magyar közösség létezik. KMKS alapszervezet, egyházi közösség. 111 ilyen települést számoltunk össze a Kárpátalján. Ezek közül 109 adományozott, vagy küldte el adományait a tavalyi gyűjtés alkalmával, és 70 tonnányi mennyiség gyűlt össze, amit megkaptak, mint említettem, az egyházi líceumok, a görög katolikus, a katolikus és a 4 református líceum, valamint a Nagy Dobrony Irgalma Szamaritánus gyermekotthon, a Ráti
családi típusú gyermekotthon, és a Beregszázi Diakóniai Központ, amiből a rászorultaknak sült kenyér. Az idén, vagy pontosabban tavaly nem sikerült teljesen megvalósítani azt a célunkat, mert 109 településű gyűlt össze Buza. Az idén viszont beszámolhatok róla, hogy hát valami csoda történt, mert azon túl, hogy 82 tonna 328 kiló buza gyűlt össze itt a Buza összeöntés ünnepségére, és mindezt 1000, ez a legfontosabb, 1037 gazda adta össze, tehát nagyon csak, igen csak kiterjedt az a kör, aki részt vett ebbe az akcióba. A gyűjtőpontok hálózat ugyan kialakítva, hogy felekezeti vagy szimpátia alapon mindenki oda vigye, ahova neki tetszik, és logisztikailag pedig úgy épül fel, hogy nem mozgatjuk. Tehát, ha oda került, akkor használják fel, és hál' Istennek a visszajelzések alapján célirányosan kerül felhasználásra évről évre az adományt, erről beszámolhatunk. Annak a szimbóluma talán lehetne ez, hogy hogy az egyén az semmi, a közösség a minden, és a közösség pedig összeáll egy nemzetté. És a nemzet részei vagyunk, mint Kárpátalja, és az összes többi elszakított nemzet részen. Megkötöm magamat, Isten kötelével. A Kárpátalján összegyűjtött búzából mindig egy jelképes mennyiséget öntenek össze az anyaországban. Ebből a gabonából őrlik azt a lisztet, amiből a magyarok kenyere készül, amit aztán államalapító Szent István napján szegnek meg. Elesik is, nem marad fekve, mert az Úr kézen fogja. Az idei tábor témája az út volt. A hét folyamán Ung megye több református egyházkerületéből érkeztek előadók a fiatalokhoz, hogy példabeszédekkel, tanúságtételükkel megerősítsék bennük az Istenbe vetett hitet. Ennek a hétnek nagyon komoly múltja van, a Kriszheteknek, hiszen szinte a kezdetektől, amikor Kárpátalján újra lehetett fiataloknak táborozni a rendszerváltás után, ezek a hetek elindultak, akkor még természetesen nem Krisz hétnek neveztük, hanem az Ifjúsági Szövetség, Egyházunk Ifjúsági Szövetsége később jött létre, de amióta működik, azóta ezek a hetek rendszeresen minden évben meg vannak rendezve. Nagyon sok Krisz hetet rendeztünk már itt ebben a központban is, viszont az elmúlt években volt egy olyan kezdeményezés, hogy a Krisz hét az egy központi helyen legyen megrendezve. Az elmúlt években ez így történt, de most ettől az tértek az egyházmegyei központokba a Krisz hetek, aminek nagyon-nagyon örülök, mert kisebb közösségekben, kisebb csoportokban hiszem azt, hogy sokkal több áldást tudnak kapni ezek a fiatalok. Könnyebben meg tudnak szólalni,
egymás előtt könnyebben ki tudnak állni egy-egy bizonyságtételre. Éppen a mai előadás előtt is hallhatunk egy fiatal hölgynek a bizonyságtételét, és azt gondolom, hogy nagyobb közösség előtt ez nehezebben tudna megvalósulni. A tábornak a központi témája az, hogy úton, tehát az úton létel és ennek az úton lételnek az akadályai, elindulás, bukás, újrakezdés, felállás, és természetesen a megérkezés. A korosztály az a Krisz jellegéből adódóan a nagyobbak, 15-16 éves kortól fölfelé, és felső korhatár igazából nincs, mindenki, aki fiatalnak érzi magát, és a Kriszhez szeretne tartozni, lehetőség van számukra ezeken a Kriszheteken, táborheteken részt venni. Természetesen, amikor lehetőséget kapok és meghívást kapok egy-egy szolgálatra, akkor nagy örömmel jövök. Mint gyülekezeti lelkipásztornak vannak gyülekezeteim, az Eszenyi és a Szalókai gyülekezetnek vagyok a lelkésze, és már ezen a nyáron őket is táboroztattuk itt, akkor a hét folyamán itt voltam, és számos előadást tartottam közöttük. Minden korosztálynak más-más szolgálat és más-más útmutatás szükséges. Amikor a konfirmandus korosztály jön, a kisebbek jönnek, a 13-14-15 éves fiatalok, akkor hozzájuk másképpen kell szólni, mint ezekhez a nagyokhoz. A 16 éves kortól fölfelé, hiszen ők egészen más kísértésekkel néznek szembe, egészen más kihívásokkal, egészen más problémákkal, és ezeket a problémákat kell meglátni az életükben, és ezeknek a megoldásaira kell rámutatni, nem emberi megoldásokat felvázolni előttük, hanem azokat a megoldásokat, amiket az élőisten készít el számukra, mert az Úristennek ezekkel a fiatalokkal terve van. Ők már ezt tudják, talán olykor még hadakoznak ezzel az isteni terv ellen, Isten ezekben az alkalmakban, ezekben a hetekben, az előadásokban, áhítatokban, beszélgetésekben rámutat az életükben, hogy áldott és drága terve van, amely nem más, mint az örök élet. Ahol Isten igéje jelen van, és Isten lelke munkálkodik, ott mindig van egy maradék, mindig van egy kicsi nyáj. Azonban el kell mondani, hogy a Ukrajnában lévő politikai és gazdasági helyzet nagyon-nagyon rányomja a bélyegét a mi gyülekezeti életünkre és gyülekezeteinkre is. A templomlátogatóknak a létszámára, hiszen nagyon sokan vannak távol a falvaktól, családoktól, gyülekezetektől, főleg a fiatalabb korosztály, akik betöltötték a 18. életévüket, ők szerencsét próbálnak, elindulnak munkát keresni, és sajnos ezáltal elszakadnak. Elszakadnak sokszor a családoktól is, és elszakadnak a gyülekezetektől is. És sajnos az ő hiányuk meglátszik a gyülekezet életen. Nagyon hiányoznak a házaspárok, akik közül vagy a feleség, vagy a férj külföldön dolgozik. Számos alkalom megléte kerül veszélybe, például emiatt. Erre csak hadd mondok egy példát, a gyülekezetünkben egy nagyon jól működő házaspárok bibliórája valósult meg, amely hosszú esztendőkön keresztül 15-20 párral nagyon jól működött, nagyon sok alkalmat tudtunk együtt közösen megtartani. Volt közösen ezekkel a házaspárokkal énekkarunk, amely énekkar gyülekezett alkalmain egy-egy ünnepen meg tudtak szólalni, és Isten tudták magasztalni és dicsőíteni. Jelen pillanatban ebből a 15-20 házaspárból 3-4 házaspár van jelen a gyülekezetben, vannak teljes létszámban otthon, és ennek a alkalomnak a léte került veszélybe, és sajnos jelenleg nem is tudjuk ezeket az alkalmakat megtartani, mert érdeklődés hiányában sajnos szüneteltetni kell. Reméljük, hogy változni fog a helyzet, bízunk Isten megtartó szeretetében. Nagyon sok család is kiköltözik, elköltözik az anyaországba, az ő hiányuk is nagyon betölti a gyülekezeti életünket. Bízunk Istennek tervében, abban, hogy van terve a mi református népünkkel, a mi református családjainkkal, és mindig lesz egy kicsi nyáj, egy maradék, aki ezt megtart és megállít Kárpátalján. A délelőtti előadásokat, melyek egy fonalra felfűzve a hét átfogó témájához kapcsolódtak, csoportbeszélgetések követték. A szabadidő során a résztvevők kedvük szerint választhattak tevékenységet. Lehetőségük volt kipróbálni a legkülönfélébb társas, sport és csapatjátékokat, vagy elcsendesedni egy-egy beszélgetésben. Sok hetet töltök a nyarakon, meg az év közben fiatalokkal szolgálva. Ez az motivál, hogy
az ő lelkesedésük, az ő fiatalságuk, az ő tűzük, amit mindig az Úr ad a szívükbe, egy-egy újabb megerősödéskor, egy-egy újabb fellángoláskor az engem is megfertőz, abból én is kaphatok valami jót, valami lelkesedést, ami mindig motivál arra, hogy a következőre is elmenjek. Keresztény családból származom, édesapám presbiter, úgyhogy gyerekkoromtól fogva szerves része az életemnek a templomba járás. Ott vagyunk minden vasárnap, meg minden hétköznap. Orgonista is vagyok a saját gyülekezetben otthon, úgyhogy ez is felelősséggel tölt el, hogy ott kell lennem, és nem csak ott szeretnék lenni, hanem ott is kell lennem. De nem annak köszönhetően vagyok itt, mert apukám presbiter, vagy mert a szüleim küldtek, hanem saját személyes döntés révén hoztam meg azt, hogy én szeretnék szolgálni és Krisztushoz tartozni, nem csak úgy papíron, meg nem csak vallás szerint, hanem elköteleződés szerint is. Minden egyes nap egy állomást veszünk végig az elindulástól a megérkezésig, és ahogy hallgatjuk az előadásokat, vagy a csoportbeszélgetéseket, a tagoknak a bizonyságtételét, vagy az élethelyzetét, hogyha elmondják, akkor azt arra tudunk rájönni, hogy olyan sokan hasonlítunk, és olyan sokan keresztül mennek azokon a dolgokon, amiken én is keresztül mentem, és jó elmondani azt, hogy én hogy álltam fel, hogy én hogy jöttem ki egy-egy nehéz helyzetből, és ezáltal ők is tanulhatnak. Számos alkalommal részt vettem már Krisztáborokban, egyrészt résztvevőként, és az elmúlt években szobavezetőként, nevelőként, segítőként. Úgyhogy a lényege a Krisztábornak igazából az, hogy minél több megtérő fiatal legyen, aki megismeri az Úr Jézus Krisztust, és elfogadja, mint megváltóját. És a következő éveit az Úr Jézus Krisztussal fogja élni, a mindennapjait, döntéseit, és vele fogja megélni azokat a dolgokat, amire az életben szükség van. Rengeteg olyan fiatal van, aki rendszeresen visszatérő ezekben a Krisztáborokban, nagyon jó közösséget alkotnak, szeretnek együtt lenni, és igazából szívesen is fogadják azokat, akik új emberként térnek ide és jönnek a táborba. Szeretik őket beavatni a közösségi életbe, és szeretik elmesélni azt, hogy milyen történetek, milyen élményeket éltek át ezekben az időszakokban. A bizonytalanságnak az állapotát látnám talán rajtuk, vagy a kétségbeesésnek, hogy nem tudnak különbséget tenni afelől, hogy jó-e az az élet, amit élnek, vagy esetleges az az élet, amit Krisztus kínál számukra, az mennyiben változtatná meg az ő életüket, mennyire venné el a kétségbeesésüket, vagy mennyire lenne bizonytalan egy új élet kezdetén. Úgy gondolom, hogy azok a fiatalok, akik ilyen lelkülettel, vagy ilyen állapotban jönnek ide, és látnak olyan bizonyosságot azokon az embereken, akár a vezetőkön, akik követik a Krisztust, mindenféleképpen jó példa és jó magatartás az ő részükről. Egyfajta bizonyosság, akár egy-egy bizonyságtétel számukra azt, hogy igenis lehet más értékeket képviselni, és lehet másképp élni ebben az életben. Az idei Kriszhetet három helyszínen, Aklihegyen, Balazséron és Aráton rendezték meg. Ez utóbbi településen 2 év kihagyással indult újra a tábor. A fiatalok Kárpátalja valamennyi területéről és a Krisz minden alapszervezetéből érkeztek. Maga a Krisztábor az szerintem már azóta van, mióta megalakult a Krisz 2002 óta, nyaranta van egy hét, és ugye az a koncepció, hogy a már lekonfirmált fiatalokat érjük el, 15 éves kortól felfelé, és hát jelenleg például most ezen a héten párhuzamosan 3 Krisz hét fut mindegyik egyházmegyében. Ugye itt fut az egyik az Ráton,
a másik Balazséron, és a harmadik pedig az Akli-hegyi központban. Ugyanezzel a tematikával, de a helyi adottságokat, sajátosságokat figyelembe véve, és ugye az előadók is változnak, de lényegében ugyanazt az ívet követjük mind a három tábor alatt. Mostani tábornak a témája az az út, és hát ez igazából igazodik magának a Krisznek az éves témájához is, és az egyházkerületünknek is a témájához, az út az áldáshoz, és ennek az útnak, a lelki útnak igazából az állomásait követjük, és napról napra veszünk egy ilyen témát. A mai témánk az a felállás, újrakezdés, amikor ugye az emberek bukást élnek át az életükben, hogyan lehet akkor felállni. Régebben az volt a koncepciónk, nagyon nagy álmunk volt az, hogy egy óriási nagy Kriszhetet szervezünk meg, mert addig az volt a tapasztalat, hogy nagyon nagy népszerűsége van a Kriszheteknek, és mindegyik központ teljesen tele van, és hát azt képzeltük, hogy arról álmodtunk egy nagyot, hogy majd az összes fiatalt egyszer egy nagy táborba összehívjuk, és akkor együtt leszünk, de hát sajnos a tapasztalat azt mutatta, hogy nem voltunk sokkal többen, mint ami eredetileg volt az adott helyszínen, úgyhogy talán sokkal jobban, sokkal szívesebben eljönnek a fiatalok, hogyha a környéken van meghirdetve náluk a Krisztábor, és ezért is jöttünk vissza Ung megyébe, hogy az ungi fiatalokat gyűjtsük főleg itt össze. Azok a fiatalok, akik részt vettek az egyhetes táborban, magukkal vitték Isten igéjét, amely majd remélhetőleg átsegíti őket az élet nehézségein. Kilenc helyszínen várták a szervezők az érdeklődőket az ungvári járási Nagydobronyban, a Kárpátaljai Református Egyház családi csendes napján. Amint egy 7000 embert megmozgató rendezvény egyik kiemelt témája a gyermek, a gyermekvállalás fontossága volt. Bizonyságtételében Katona Viktória elmondta, miután 7 éven keresztül hiába várt a gyermekáldásra, a férjével úgy döntöttek, hogy örökbe fogadnak egy magára hagyott csecsemőt. Akkor azt éreztük, hogy összedőlt minden, és hogy senki nem tud segíteni, és akármilyen kapaszkodó, földi kapaszkodót találtunk és próbálkoztunk, minden reménységünk szertefoszott a sikertelenségeknek az idején, de amikor a mélységből magasságba felemel az óra, akkor azt tapasztaltuk meg igazán, hogy ez a 7 év még inkább szorosabbá tette a házassági szövetségünket, és emellett pedig az Istennel való szövetségünket is. De aztán lett gyerek. Igen, van egy csodálatos 2 éves és 2 hónapos kisfiunk, akinek szándékosan 2 nevet választottunk. Az egyik név a Fülöp. A Szentírásban Fülöp volt az, aki az etióp kincstárnoknak megmagyarázta az igét, majd elragadtatok, és bízunk benne, hogy az Isten lelke vezette mi hozzánk is, hogy megmagyarázza mindazt, amit mi nem értettünk az Isten igéjéből, hogy miért nekünk csak csupán szív szerint születhetett meg a mi gyermekünk. A második pedig a Bence, ami pedig... győztest jelent, és hogy ő reménykedünk benne, hogy győztesen fog a földi csatából kikerülni, és nem csak itt ebben a földi életben, hanem majd ott is együtt lehetünk a mennyek országában. Ezen a családi csendes napon az előadók és a hallgatóság közösen kereste a választ a hit és az élet kérdéseire, kapcsolódására, az áldás fontosságára az emberek tevékenységének valamennyi területén. A lényege ennek a családi csendes napnak az, hogy a Kárpátalján élő családok egy olyan rendezvényen vehessenek részt, ahol szívükben, lelkükben megerősödhetnek, megújulhatnak, erőt merítenek a hétköznapok harcaihoz, küzdelmeihez, hogy tovább tudják vinni a hitüket, anyanyelvüket, illetve pont ez a nap az az alkalom, amikor egy olyan töbletet kap az ideérkező ember, hogy nem ő cipeli a vallását meg a hitét, hanem szárnyal, tehát lelkileg megfrissül, feltöltekezik, és a hit viszi őt, és áldássá válik az ő közössége, családja és a társadalom részére. Ez a lényeg benne, hogy a református ember Isten megelőlegezett szeretetét megkapta, kegyelmét kész elfogadni akkor. Az övé ez a kegyelem, és háládatosságból neki szenteli az életét, neki él. A református közösségünk már kezdetektől fogva az élet különböző és a legfontosabb területeken tevékenykedik. Oktatás, egészségügy, közélet.
Ezeken a területeken szerveztünk szemináriumokat, előadásokat a közélet szereplőinek, az egészségügyben dolgozóknak és az oktatás nevelésben szolgálatot teljesítő embereknek, mert őket kell biztatni, bátorítani, megerősíteni, hogy a munkájuk nem hiába való, van értelme a gyermekek nevelésének, van értelme átadni azokat a keresztény értékeket, ami közösségünket valóban erőssé teszi és reményteljessé. És ugyanúgy a közéletben, amikor azt látjuk, hogy van egy óriási nagy kiábrándulás Ukrajnában, a politikai elitben, a világ össze-vissza zavarodott a mostani politikájával. Mi azt tudjuk, hogy nekünk biztos pontunk van, és az ember azt kell, hogy képviselje, ami biztos, és ez az Istenben vetett hite, az a reménysége, ami megtart, ami a jövőnket is biztosítja. Közös értékeink a keresztény hit és a nemzeti összetartozás. Ezt Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere mondta Életünk reformációja, Út az áldáshoz című előadásában. A mai napig is érdemes azt az éles stratégiát elfogadni és alkalmazni, amit a reformátorok 500 évvel ezelőtt meghirdettek, és Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt meghirdetett. Tehát ez arról szól, hogy van jövő, van jövője mindannak, amit a reformáció megújulása jelentett, mindannak, amit a keresztény értékek jelentenek, annak jövője van, az olyan életstratégia, amire építeni lehet ma is, és ebből ma is itt így fogalmaztak, hiszen ez egy egyházi szóhasználat, hogy áldás lesz. Én azt mondanám akkor, hogy ebből ma is siker lesz, ebből ma is gazdagodás lesz. Mindenképpen lelki támasz jelent az embereknek, hogyha érzik a közösségnek az erejét. És én itt egy olyan erős közösséggel találkoztam, az énekléstől elkezdve azon a tömegen keresztül, akik itt vannak, az a több száz gyerek, akikkel itt foglalkoznak, ami megható, azt kell mondanom, sőt megrendítő, hogy egy ilyen valóban nehéz helyzetben is ezek az emberek nem csak élni akarnak, hanem tudnak is élni, és a közösség erejében keresik a reményt, és azt gondolom, hogy a legjobb helyen keresik, és a mi dolgunk, a mi kötelességünk az, hogy ez a remény ne hiú remény legyen, hanem ez valóságos tényekre tudjon alapulni. Úgyhogy mi mindent megteszünk azért, hogy Kárpátalja a magyaroknak továbbra. A miniszter hangsúlyozta, a nehéz helyzetben lévő kárpátaljai magyarságot a budapesti kormány egyre nagyobb mértékű anyagi támogatásban részesíti. Balogh Zoltán úgy fogalmazott, közös felelősségünk, hogy az anyagi javakból mindenek előtt a közösség épüljön, erősödjön Kárpátalján. Minden pásztorok királya a hortobágyi Csikós. Alig ha lehetne a hortobágyot méneseknek nyargaló futása nélkül elképzelni. A napóleoni háborúk idején használt katonalovakból nemesítették ki a Nónius fajtát. Ennek törzsállománya teszi híressé a lótenyésztést. Sokan, szakemberek is kifogásolják, hogyan lehet gazdasági tevékenységet folytatni egy nemzeti parkban. Tudomásul kell venni, hogy a hortobágy a legeltetéstől hortobágy. A legelő jószág rágása és taposása alakítja a gyepet olyanná, hogy otthonul szolgálhat védett növények és állatok részére. A szikes legjellegzetesebb gyepalkotója a veres nadrág csenkesz. A mezei cickafark, a tejoltó galaj, a réti peremízs, a sziki kerep, a kis ezerjófű, a jakabnapi aggófű és az ördögszekérré alakuló mezei iringó a jobb minőségű szikeseket lakja. A szárazabb talajon él a sziki üröm, valamint a ritka és fokozottan védett erdélyi utifű.
A sóvirág nyár végén, ősz elején ad különleges színt a pusztának. És ilyenkor nyílik a mezei fátyolvirág is. Langyos őszi esők után terem a szikicsiperke. A magas szárú réti őszi rózsa örvendetesen terjed. Jól teszi, hiszen nagyon szép virág. A túzok is jól érzi magát benne. A havasi lilék érkezése mutatja augusztus végén az őszi madárvonulás kezdetét. A rövid füves gyep ad nekik pihenőhelyet. A darvak érkezése már az ősz előre haladtát jelzi. Ők is a rövid füves szikes pusztán pihennek. Éjszakára behúznak a halas tavak védelmébe. Reggel a szántóföldeken talózgatnak. A daru valaha költött Magyarországon. A középkorban a végváriak őrmadárként tartották, akárcsak a rómaiak a ludakat. A nagy belátható és zavartalan vizes élőhelyek eltűnése következtében ma már csak vonuláskor pihen meg a hortobágyon. Az utóbbi években 10 000-es csapatokat számoltak meg. Felfigyeltek rá, hogy enyhébb esztendőkben át is telelik. Talán egyszer még fészket is rak. A nyári nap perzselése nyomán felfehérlik a vakszik. Annyira azonban nem vak, hogy növény ne teremne rajta. Megél ott a bárányparé, a sóballa, a sziki pozdor, a szárnyas magvú budavirág. A szikes puszta őszi színei között talán legszebbek a sziksófű vörös telepei. A szongáriai cselőpó kedveli ezt a félsivatagi környezetet. Az alacsony szárú sziki őszi rózsa eléggé elterjedt növény a kopársziknek. A kopársziken fészkel a sziki pacsirta, amely tulajdonképpen az egyetlen igazi magyar madár csak a hortobágyon él. Nincs 100 példán sem belőle. A Nemzeti Park vigyáz rá, mint a szemefényére. Költéskor még szakember sem jár a fészkelő helyre.
Szomszédja a szépséges partedlis széki csér, nagy rovarpusztító. A rejtett életű ugartyúk szintén szigorú védelem alatt áll. Nyár végére kiszárad a tóból mind a sár, mind a víz, mondja a népdal. A repedezett talajú fenekeken azért felnő egy-két sótűrő növényfaj. Ilyen a bajuszpázsit és a bajuszfű. A henye kunkor és az illatos csombormenta. A múlt század közepén kezdődött ármentesítések következtében kiszáradtak a pusztákat valaha keresztül kasul hálózó vízfolyások. A néhai mederágak feltöltődtek. Ezek helyét a feljött fehér füzek mutatják. Alattuk terem a szépséges, vesszős füzény. Eltűnt Karcag határából a Zádorér is, amelyet a Hortobágyihoz hasonló kőhíd ívelt át. Magyar jelkép ez is. Nagyszerű műszaki teljesítmény, művészi szépségű építmény és semmi értelme. Átíveli a semmit. A Tiszától elzárt pusztát a vízmentesítés után igyekeztek vízzel ellátni. Óriási költséggel, csatornahálózattal visszahozták a Tiszát. Virágzó mezőgazdaságot létrehozni, úgymond. Az 50-es években próbálkoztak itt gumipittypang, gyapot és rizs termesztésével is. A Hortobágy persze nem hagyta magát. Az akkoriban felforgatott gyepek mostanában kezdenek regenerálódni. A rizsföldekre már csak a tömérdek munkával létrehozott árok és gátrendszer nem hegedő sebei emlékeztetnek. A szik visszafoglalta helyét a pusztában. A századfordulótól történtek kísérletek, hogy a legszíkesebb, legterméketlenebb részeken alastavakat létesítsenek. Orosz hadifoglyok építették a gátakat, az első világháború idején. A tavak létesítése jót tett a Hortobágynak. Visszaállította a puszta hajdani vízjárta képét. Olyan madártömegeknek nyújtva menedék és táplálkozó helyet, amelyek a kiszáradás időszakában nem éltek itt. Az ohati erdőt korábban nevezték a kékvércsék erdejének is. Ma már kékvércse csak a pusztákon telepített szárnyék erdőkben fészkel, főleg akácokon. Ohatról való eltűnésének oka a varjak számának csökkenése, hiszen a megüresedett varjúfészek ad otthont tojásainak. Sajnos a varjak száma az egész Hortobágyon csökkent. A Nemzeti Park madárkórházából szabadon engedett parlagi sasok a puszta északi részén telepedtek meg. Érdekes folyó a Hortobágy, se forrása, se torkolata, csatorna az eleje, csatorna a végé. Ilyen nemzeti parkunk is. A kor modern agrárvilága kerít be egy majd 100 000 hektáros, többé-kevésbé ősi természetvédelmi területet, az első magyar nemzeti parkot.